Jó estét kívánok, kedves nézőink! Nyárias hétvégénk van, és a következő két napban még tovább erősödik a felmelegedés néhány fokot. Hétfőn lesz a legmelegebb, ekkor 25-30 fokra van kilátás. És a nyár rajongóknak érdemes lesz kihasználni ezt a két napot, hisz minden jel szerint kedden némileg megváltozik az időjárás. Ha nem is vesz teljes fordulatot, de 2-4-5 fokot visszaesik a hőmérséklet, nagyobb eséllyel alakulnak majd ki záporok, zivatarok, és valamivel kevesebb is lesz a napsütés, de holnap még sok napsütés várható. Éjszaka általában kevés lesz a felhő, és csupán az éjszaka első felében lehet északkeleten egy-egy zápor eső. A hajnali órákra a hőmérséklet 8 és 13 fok közé esik vissza. Holnap napközben teljesen a mai naphoz hasonlóan több órás napsütésben bízhatunk országszerte, de miután az északi területek fölé kissé nedvesebb levegő is érkezik, ezért ott gyakrabban növekszik meg a felhőzet, és elszórtan zápor eső, zivatar is lehet. Zivatarok környezetében a szél viharossá fokozódhat, a legmagasabb hőmérséklet pedig holnap délután 25 és 29 fok között alakul. Tehát hétfőn még tombol a nyár, majd, mint említettem, 2-től némi változás várható. A jövő hét nagy részén már változékonyabb lesz az idő, kissé hűvösebb levegő érkezik fölénk, és nagyobb eséllyel alakulnak ki záporok, zivatarok, amely némi esélyt jelent a szárazság ellen. További kellemes szombat estét kívánok mindenkinek, viszontlátásra!